Terrudy is japán első számú motorolaját, a Zenaoszt használja. Ott le! Egészen varázslatos idő van odakint, tényleg ilyenkor az ember másra sem vágyik csak egy autóbemutatóra, de most talán egy picit indokolt, hiszen egy valódi terepjárót fogunk kipróbálni, ami cirka 20 éve nem ment terepre. Na de, a lényegen ez nem változtat, a bemutató a szülővárosomban lesz, Esztergomban, vagy ahogy a legendás harcos költő Kordik Zsolt alias Mr. Basta mondta, Vesztergomban, úgyhogy külön örömmel vágok neki, és lehetőségem van rendes autóval menni. Gumiszaga az autódnak. Csak úgy kérdezném. Ennek sosincs. Eső volt. Mondhatjuk, hogy cuki hátizsákja van a GMRC-nek, de én megfejtettem igazából, mi ez. Biztos vagyok benne, hogyha kinyitjuk, akkor két rohadt nagy fülhallgató. Van egy rohadt nagy AirPodja. Igen. Nem, amúgy itt a töltőkábeleket tarthatod, ami szerintem egy tök jó megoldás, mert kedves visszautalás az egykori pótkerékre, amúgy meg nem az autó utasterét kell összecseszned a retkes kábelekkel. Ez. Gondoltam, hogy nem a pótkerék van ott. Hát nem. Mert hogy a kerék, hogyha már is szóba került, nézzünk egy kerékcsekket, úristen! 275 per 50 20. Ez a 20-as kerék alatta? Ez a 20-as kerék alatta. Szép. Hát mert hogy az autó akkora, hogy kitakarja a napot, igazából szó szerint. Azután renoválni kell a Széchenyi teret, mert meg fog süllyedni. Igen. Most. Egy a kérdés, hogy valódi G-osztályról beszélünk-e? Mert miről ismerszik meg a G-osztály? Hát, hogy úgy csukódik az ajtaja, mint az UAZ-nak. Állítólag ezen az autón dolgoztak, mert azért csukódott, mert ezen, mert nagyon sokat bújik éder, nagyon megnő a kaszniban a nyomás, amikor becsukott, és hogy itt ki tudják engedni a levegőt jobban. Nézzük meg, hogy be tudjuk-e csukni. Nem. Marad G-osztály. Igen. Nincs rá jobb szó, ezt még mindig be kell baszni. Nem nehéz megállapítani az autó legnagyobb megengedett ösztömegét, ugyanis hát 3,5 tonnáig vezethetünk az Európai Unióban B-jogsival. Ez az autó 3085 kiló. És papíron, ha jól gondolom, 5 személyes. Tehát, hogyha beül 5 darab, teszem azt 80-90 kilós ember, én szar vagyok matekból, de akkor már bizony az illegalitás mezején gézel. Szóval, óvatosan. Nagyon hamar C-s jobb siker. Igen, pedig ez egy G. A C az egy mennyivel szebb autó. Szóval, ahogy emlegettem, Esztergom. Itt nőttem fel, meg részben amúgy Roland is. Itt van ugye ez a Csészényi, vagy Széchenyi tér. Az pedig ott szerencsés Tibi Bálint fagyizója, aki a tesi tanárom volt. Nyugodjon békében, mindig ide jöttünk fagyizni suli után. De itt van a 42 nevű étterem is, ami általában Michelin csillagos. Most abból kiindulva, hogy milyen autógumikat csinálnak, szerintem a kaja is jó lesz, és akkor utána indulunk a gyógymércékkel dagonyázni. És lehetőleg tényleg dagonyázás lesz. Ezzel nem. Szerintem ezzel is fogunk menni, mert ez itt ugye egy 500-as benzines, és most mindenki egy perc német csendet, mert az 500-as benzines az már nem egy 4 literes biturbo, hanem egy 3000-es sorrak. Mögötte pedig az E-modellek, vagyis ugye elektromos gék. Ez ilyen számítógépes autó, érted? Gamer cím. A Zeneosszal és a Szakál Metállal ismét készültünk nektek egy kis Yaris-os promócióval. Egy ilyen frankó nagyméretű egérpadot kaphattok minden 5000 forint feletti vásárlásnál, amit a Szakál Metall webshopjában végeztek. Amit tudni kell, ha még nem regisztráltatok, akkor regisztráljatok. Ehhez használjátok az Oliver Ammon kuponkódot, mert ezzel már kedvezményt kaptok a vásárlásotokból, és amikor megtörtént a vásárlás, akkor ismét be kell ütni az Oliver Ammon kuponkódot, és kiválasztjátok, hogy kéritek az egérpadot. Húzzatok bele, nincs belőle sok, baromi jól néz ki, jó rajta dolgozni, szerezzétek meg. Tesztvezetés kezdete, óra perc, 10 óra 10. De még nem indultál el. Tudom, de már állok a féken, tehát már befolyással vagyok a járműre. Tesztvezetés vége, hát... Majd ha odaértünk. Ez amúgy egy kellemes autónak tűnik ezzel a konfigurációval. A másik is biztos kellemes ugye lesz. Ez a G-Mercik, ez a G-Merciknek a két örhemje, hiszen ez a legkönnyebb kiadás. Ez 2500 kiló, míg az elektromosak, meg G63 AMG-k azok túlmutatnak ezen. Tehát kanyarokban ez lesz a legjobb. Az a szürreális, én egyszer egy hungaroringes tréningen csináltam... Ha jól látom, teltházas minden autó. Kezdődik.
Szóval, hogy én egy hungaroringes tréningen csináltam ilyennel nagysebességű kikerülést, és volt olyan gyakorlat, amit a G63 AMG nagyobb tempóval tudott, mint az E53 kupé. Nagyon beteg. Nem jó ember vezette az E53-t. Ne, én vezettem mindkettőt. Tehát így próbálgattam, és az azzal 75-tel csináltam, meg ezzel meg ilyen 80-nal. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy egy mennyire iszonyat, vért húzott az elektronika. Tehát láttam, hogy így ízik a CPU az ESP vezérlőn, de hogy működött. Gondolom számítanak rá, hogy aki megveszi, az nem feltétlenül nagyon jó sofőr. Tehát egy dolgot nem mernék vele nagy tempóval fékezni. Hát egyszer lehet? Nem úgy. Több, megáll többször is, csak így viszi a sorba. Az a kérésünk, hogy itt a sétálónkában csak lépésben. Azt akartam mondani, kolléga, hogy ne rúgd el. Tudod, hogyha most ezével lennénk az elektromos, akkor nyomhatnánk egy G-turnt a viakoloron, hogy vajon felszívja. Hogy dobálnák ki? Úristen, mennyi gumi van a 450-nél, ma összejre hátul a kereken, mutasd a kamerának. Hát igen. Na, pattints föl, pattints föl, pattints föl. Ez adja az autónak a motorhangját, ezt a morajlást. Ugye kötelező, mert hát ennek az autónak nincs hangja, tehát amikor a szerencsétlen gyalogos elé lépne, mondjuk aki ezt nem veszi észre, az nem biztos, hogy ki kéne menjen az utcára, de hogyha valaki véletlen elé lépne, mert éppen tiktokozik, akkor ez adja ki azt a morajló hangot, amivel felhívja a figyelmet a jármű közeledésére, amúgy egy egész egyszerű soundbar, egy hangszóró itt, nagyon bízom benne, hogy meg lehet majd úgy hackelni, hogy esetleg kis gófó szólhasson róla menet közben. Blokkolni fogja az ív belső hátsó kereket, hogy lecsökkentse a fordulókört, ugye ilyet láttunk a Ford Bronco-ba, de más terepjárókon igazából ez egy 30 éve létező funkció, amióta ilyen fejlett ESP-k vannak, azóta technikailag bármivel megoldható. Milyen menő lenne egy ilyet programozni tényleg egy Golfra? Nézzétek meg, van aki Photoshop-ot akar rendszámot? Van, aki meg rendesen. Na most az eredeti terv az volt, hogy ezekkel az autókkal mehetünk itt terepen, de olyan szinten szétázott a pálya, hogy nem engednek fel terepgumi nélkül, már pedig terepgumit sajnos nem tudtak keríteni. Ez itt amúgy egy G63 AMG a 4000-es biturbó V8-ossal. És hogyha már meglátunk emellett a remek jármű mellett, akkor beszéljünk egy kicsit az árakról. A 450D, ez ugye a legolcsóbb modell, ennek az alapmodellje az 52,4 millióról indul. Az 500-as, az a jó kis sorhat, amivel idejöttünk, az 55 millió 9. Egy ilyen G63-nak az eleje fapadosba 80,1 millió forint, és az EQ modell az 57,1. Na most az az EQ, amit mi most próbálgattunk, az viszont 80 extrakkal és áfával terhelve, ami azért súlyos. Nem tudom, bátor állításnak tartom, hogy ezt az autót kihozták ide sorozni, de nem tenném, és azt is megmutatom, hogy miért. Létezik rá fél terep gumi ebben a méretben, de nem nagyon jó. Most ugye erre elég nehéz terepok. Rakhatnánk rá kisebb felnit, de akkor meg nem fér el a fék. Tehát, hogy nem tudod fölrakni. Ez egy first world problem, ahogy a művelt francia mondaná. Ez a 20-as amúgy? Mert a művelt francia tud angolul. Mert attól van kisebb kerék a 22-től, mert a terep gumi az 20-ason van. Nincs, mennyire pufi. Mert értem én, hogy fölmegy rá. Hát jó, csak akkor megy föl kisebb kerék. Mert ez szerintem a 22-es. Nézzük meg egy olyan keréken, ami még látszik. Nem lesz olyan kerék? Mekkora a kereke ennek az autó? Nézzük meg a túloldalon. Van még két kerék. Ez 295/40R22. Tehát van rá kisebb kerék. 20-as? 20-as. 20-as a Top Forward set. Ettől függetlenül eléggé kétségbe vagy esve továbbra is. És hogyha már a remek G63 AMG mellett állunk, akkor el kell mondani, hogy erre az autóra ugye létezik performance csomag, rajta automatikával, köridőmérővel, mi egyébbel, tudsz kirakni Ghost Cart, ugye az AMG GT-be, hogyha versenypályán mennél. Hagyok időt. De valamint létezik AMG Offroad csomag is, nyilván durvább gumival és offroad felkészített kiegészítőkkel. Nem tudom. Hallod, milyen finoman jár?
Hihetetlen ez a mai technika. Elképesztő, hallod, nehéz erre bármit mondani. Arra emlékszem, amikor egyszer voltam Dubajba, beindítottak mellettem egy ilyen Brabus G-t, egy ilyen szerényebbet, mert az csak 800 lóerős volt, ugye akkor már csináltak 900 lóerőset is belőle. Sidepipe-os, remeg mellette a föld. De tényleg állsz mellette és rázza a beton. Ezzel az autóval történtünk ki Esztergomból, Tokodra, Tokod Epsom bányára, és igazából nagyon szép kultúrát elmozgatja, nem képzünk mozgó forgalmi akadályt, hiába van ilyen IFA színe a járműnek, 11 literes fogyasztást ír, teljesen kultúrát, tényleg nincs alatt a légrugó, viszont van adaptív futómű, teljesen stabil, az az érdekes, hogy mivel az ember nagyon magasan van, nagyon magasan ül, ezért amikor egy picit billen a kaszni, akkor fönt az már egy nagyon nagy billenés. Tehát amikor az ember mondjuk tempósabban vesz be egy kanyart, akkor egy kicsit így fél, hogy lefejeli a szembejövő teherautót. Közben szúrnék egy nyomasztó adatot arról, hogy hogy áll ezeknek az autóknak az eladása. A G63 AMG adja az eladások 63%-át, a G400D és a G450D a 28%-át, és az 500-as pedig a 10%-át. Na most ez 101%, most a kerékítést nézzük el. De a lényeg az, hogy ezt nagyjából a legkevésbé népszerű modell, mondhatnánk azért, mert biztos sokat fogyaszt, de hát nem igaz, mert a legnépszerűbb az pedig a G63. Ugye az EQ eladási adatait még nem ismerjük, tehát az elektromos G-osztályt. Viszont azt mondták, hogy szenzitív adatokat nem közölhetnek az eladásokról, de azt elmondták, hogy a teljes magyar allokáció elfogyott, és sok autó volt. Meglepően jó a fogadtatás, pedig állítólag még a viszonteladók is fáztak tőle egy kicsit, mert hát a G-osztály az nagyon sok mindenről szól, a józanságról nem. A G-osztályra a Mercedes úgy hivatkozik, mint ikon, és ezt a szót annyira elkoptatták most arra mindenféle nyelvkörnyezetben, hogy egy kicsit nehéz komolyan venni, de igazából nehéz rá mást mondani. Ugye ezt az autót még az iráni sah rendelte meg, csak időközben lezajlott az iszlamista forradalom, és mire ez az autó elkészült, addigra az ajatollah, Khomeini ajatollah már átvette a sah helyét, és Németország ott maradt, hogy valamit kéne kezdeni a G-osztállyal, így katonai jármű lett belőle, 79-től létezett, mint katonai jármű, 81-től, mint civil jármű. Kezdetben tényleg ilyen kis csesznye motorokkal árulták, ugye a 240D-vel ezt ismerhetjük a 123-asból, a legcombosabb motor egy 150 lovas benzines volt, a 28 sorhat, ez volt ugye a GE, G mint Geländewagen, E mint Einspritzung, tehát hogy befecskendezés, de hogy azok még valójában munkagépek voltak olyan embereknek. Aztán felkapta egy réteg, aki már nem feltétlenül akart a katonaságban szerepet vállalni, de nagyon szerette volna azt sugározni magáról, hogy szerepet vállal a katonaságban. Például Arnold Schwarzenegger, meg a Kardashianok, meg nagyjából mindenki Beverly Hillsben. Úgyhogy a G-osztály egy divattárgy lett, mert ugye miből lesz divattárgy? Ami jó néz ki. És ezt nagyon nehéz eltagadni a G-osztálytól. Ugye ez is Bruno Sacco vezénylete alatt készült, róla készült nemrég szegény halálának alkalmából egy összefoglaló videónk, nézzétek meg, és akkor megértitek az ő design filozófiáját, ebbe illeszkedik a G-merci is. 2018-ban aztán érkezett egy frissítés, amire főleg azért volt szükség, mert a korai G-osztály az annyira elképesztően szűk volt, hogy nem viccelek, én mentem olyan autóval, a mobiltelefonodat nem tudtad hova letenni. Nem tudták hova rakni az elektromos ablakemelő gombjait, mert nem volt hely a középkonzolon, föl kellett költöztetni az áhoszlop tövébe, és ott is úgy ilyen tirexezve értett csak el, mert annyira pici meg szűk volt az egész, ami meglepő annak fényében, hogy kívülről milyen nagynak tűnik. Szóval kiszélesítették, kapott előre rendes futóművet, ez volt ugye a 2018-as új G-osztály, de maradt a létraváz meg a 3 wifi zár, aztán most itt vagyunk, ez ennek a 2018-ban megjelent szériának tulajdonképpen az első komolyabb frissítése, ugye ment a V8, jött a helyére a sorhat, V8-al már csak 63 AMG-t vehetsz, és Ola Kalenius állítólag azt nyilatkozta, hogy ameddig a Mercedes gyár V8-as motort, a V8-as biturbóról van ugye szó, azt addig bele fogják tenni a G-mercibe, tehát az ezzel fog kifutni. Ugyanúgy a Magna üzemében készül, és nincs rögzített kivezetési dátuma továbbra sem. Ugye, hogyha a Mercedes elkezd gyártani egy autót, tök mindegy milyen autót, akkor azt addig akkor azt a gyártás pillanatában tudják, hogy meddig készül majd. A G-mercinél ilyen nincs. Az az elf, hogy mindig egyel kevesebbet kell csinálni, mint amennyit megvesznek, de mivel viszik, mint a cukrot, ezért gyártják nagyon sokáig. A G-osztály az abban az üzemben készül, ahol a legendás Pinzgauer, tudjátok, az a katonai terepjáró, ami mindenhol elmegy, és ugye
tartozik hozzájuk egy tesztpálya, ami a Sököl-hegyén itt mentem Gémercivel, ez egy ilyen egészen rémületes alpesi képződmény, nagyjából 15-20 métereket tudsz úgy megtenni, hogy az autó nem ér a földhöz, mert csak sziklán nyomod. És minden G-osztálynak itt kell bizonyítania, mielőtt gyártásba engedik, ez alól nem kivétel sem a 63 AMG, sem az elektromos változat, tényleg mindegyiknek ott kell menni. És ez a kis plakett, amikor fölkerül, az azt jelenti, hogy megbírja. Érdekes mellékzönge, nekünk az egyik instruktor, amikor autóztatott itt a Sökölön, nagyon meg akarta mutatni, hogy mennyire tud vezetni, kikapcsolta a menetbiztonsági elektronikát, de amikor rákanyarodtunk az Erdészeti útra, akkor elfelejtette visszakapcsolni az ESP-t. Úgyhogy hát sikerült majdnem felborulnunk és egy ilyen 800 métert bucskázni lefele egy alpesi szakadékba. Emberünk egész nap bopázott, hogy G-osztály, így G-osztály, úgy G-osztály, így G-osztály, a nap hátralevő részében csöndben volt. Mondjuk, mi meg beszartunk. Többek közt onnan tudni, hogy elektromos autóban ülünk, hogy nincs itt a 3B10-el, viszont ugyanígy itt hagyták a terepvezérlőket, mint a belső égési motoros változatban. És vezérled a terepet? Szétvezérlem a terepet, most ki fogjuk próbálni a parti trükköket. Amit amúgy egy kicsit kekeckedés parti trükknek hívni, mert igazából nem az. Tehát ugye ezt az autót még mindig terepezésre szállják, most azt hagyjuk, hogy mennyire fognak velük terepezni, de nagyok. Tehát, hogy mindig tudjuk, hogy a jó terepjáról az, ami mindenhol elfér, és nem fér el mindenhol, ezért szükség van olyan funkciókra, mint a G-turn, ami úgy hangzik, mint valami rap album 98-ból, de hogy a lényeg az, hogy próbálják a lehető legjobban csökkenteni a fordulókörét az autónak, és ennek az autónak a fordulóköre 0 méter. Kérlek, paraméterezz fel minket. No, az lenne a kérésem, hogy keresünk egy közel vízszintes állapotot, ha az megvan, féken állunk. Szerintem nagyjából megvan. Fogom ballag. Minden esetben D-üzemmódba kell legyen. Igen. És tulajdonképpen ezt a gombot, ez a G-turn nemzeti gomb. Ha aktív a rendszer, föl is dobja nekünk, hogy igen. Ez működik, és ki kell választanunk az irányt. Igen, az irányt pedig úgy tudjuk kiválasztani, hogy itt van a váltófül a kormány mögött. Én mondjuk most fordulnék először egyet jobbra, behúzom. Végig nyomva tartod, és gáztatsz, egyenes kormány, és nem mozdítunk bele a kormányba. Nagyon fontos, hogy nem mozdítunk bele a kormányba, ez egy extrém módon túlbiztosított funkció. Ha csak egy fokot is mozdítok rajta, azonnal blokkolja a forgást, de erőszakosan, tehát előbb azt hittük, hogy leesik az autó az alvázról. Kösz. D-be tesszük. D-be tettük. Aktiváljuk. G-turnt aktiváljuk. Kiválasztom akkor az irányt, és átállok a gázra. Kormány? Kormány belemozdítás volt, így van. Ilyenkor minden esetben előre kell tenni, mindig P-üzemmódba rakja. D, igen, tényleg extrém módon túlbiztosított a rendszer. 720 fokot enged, ami azt jelenti, hogy egy hány inger kezdetéig el lehet jutni, vagyis hogy kettő kör. Mondjuk már túl vagyunk a kettő körön. Nem, hogy ászítanod, de hogy áll meg? De miért nincs valami előjáték, hogy elkezdi lassítani, vagy ilyesmi? Vedd el a gázt, hülye! Na, szóval, hogy négy kerékhez van négy darab villanymotorunk, és nem csak négy darab villanymotor, hanem négy darab váltóművünk, vagyis, hogy van az autóban felező, de nem felező, egy a 11-hez az áttétel ebben az üzemmódban, azt itt kapcsoljuk középen. Nem, tehát. Egy 21 a felező, és egy 11 a kettes. Elnézést! Oké. Okay. Majdnem felezi, amúgy. Azért nehéz amúgy tartani. Jó, fekvészi. Igen, mert elkezdtünk menni a Toy-Toy WC-k és egy fehér Suzuki Swift felé, és nagyon nagy kell lenni a fehér Suzuki Swift. Itt ezen a füves területen maradjatok, majd léci. Itt érezni amúgy az autó elképesztő súlyát és a gumik elképesztő alkalmatlanságát. Sima nyári gumin megyünk, és hogyha 2 fokos lejtő van az autó alatt a vizes fűvön, akkor már itt teljesen kis sebességgel elkezd csúszni, egészen döbbenetes érzés. Nyilván egy rendes offroados ki sem röhög egy ilyen gumit, viszont erre még lehet tenni rendes offroad gumit. Ugye az a 63 AMG-nél még nem annyira egyértelmű, hogy mit tudsz ráhúzni. Beszéljünk először a humoros dolgokról. Például, ha hiszitek, ha nem, ezt a gépháztetőt megemelték, mégpedig azért, hogy egy kicsit megdobja a légáramlást itt az autó elején, azért, hogy az itt található aerodinamikai elemre rátelelje. Ez azért jó, mert valamivel csökkentették az autó légellenállását, eddig olyan volt, mint a tálalószekrény, most már olyan, mint a Rubik kocka. Ennek az autónak, amikor reggel megtartották a fejtágítóját, nagyjából 2 percenként elhangzott a fenntarthatóság szó. Ugye mit jelent a fenntarthatóság? Sustainability.
Hát valami olyasmit, hogy úgy használjuk a nyersanyagokat, hogy másnak is maradjon, vagy az utódjainknak is maradjon. Ebben az autóban egy 127 kWh bruttó kapacitású akkumulátor van, és azt mondták a gyáriak, akik ezt az autót használják és nyúzzák, hogy reálisan 350 és 400 km között tud megtenni. Na most én nem vagyok zöld kommunista, nem vagyok faölelgető, azért, hogyha arra gondolok, hogy a Hyundai Ioniq 71,2 kWh-val, hátsó kerékhajtással elmegy közel 600-at, akkor hát szerintem egy kicsit ezt a fenntarthatóság kifejezést, ezt idézőjelbe kell tenni. Vagy ki kell röhögni vérmérséklettől függően. A technika amúgy rendkívül érdekes és nagyon-nagyon különleges. Minden kerékhez tartozik egy villanymotor, ezek egyenként 147 lóerősek 290 Nm forgatónyomatékkal. És nem csak villanymotor tartozik minden kerékhez külön, hanem egy kétsebességes sebességváltó is, ezzel tulajdonképpen megvalósítják a felezőt. És ugye tök érdekes, hogy még a hagyományos terepjárók, azok a világ összes benzinjét kérik terepezés, sárdagasztás közben, meg sziklamászás közben, hiszen az egy rendkívül kellemetlen üzemállapot, tehát az nagyon rossz a benzinmotornak, amilyen 1500-2000 környékén terhelik, a dízelse különösebben szereti, addig a villanymotor ilyenkor tud igazán keveset fogyasztani. Amúgy országúton ilyen 30-35 kWh-ra lehet számítani, ami pokoli sok, de hát amikor ránézel erre a szélvédőre, akkor az egész érthetővé válik. A súly 3085 kiló. Pokoli nehéz. És ugye ahhoz, hogy ez az egész így működni tudjon, ahhoz komoly strukturális változásokra volt szükség. Én megmertem volna esküdni, hogyha gyártásba helyezik. Néhány éve, amikor megjelent a design, a tanulmány, hogy megmertem volna esküdni, hogyha ez gyártásba helyezik, akkor önhordós lesz, és mondjuk egy EQ alapjaira teszik, tehát egy EQE vagy EQS alapjaira. Nem. Fogták a G-merci létrevázat, teljesen áttervezték. Csupán csak a felfogatási pontok stimmelnek, amire ráteszik a dobozt. Amúgy az egész teljesen más, extrudált alumínium, nagy szilárdságú acél, mi egyéb, de létreváz. Ezt kibélelték akkumulátorokkal, egy 400 voltos akkumulátorcsomag van benne három hűtőkörrel, és az akkumulátornak statikai szerepe nincs, itt a merevséget még mindig az alváz adja. És ugye terepjárásról van szó, ami meg veszélyes. Ez veszélyes. Úgyhogy kellett az autó alá egy majd 3 centi vastag szénszálas páncél. Hogy ez mennyire erős, azt nyilván röhögve kibírja, hogyha rácsapod az autót terepezés közben, de azt mondták, hogy 5x5 centin 10,5 tonna terhelhetőség az, amit megbír, mielőtt átszakadna. Tehát ennyire komolyan veszik az akkumulátor védelmét. Aztán ugye voltak itt kihívások. Azt már ugye beszéltük, hogy 2018 óta a G-merci elől kettős keresztlengőkaros futóművet kapott. Itt, ha benéztek, látszik is egy olyan csonkálvány, hát nem tudom, tudok olyan autót, amiből három kijönne, amit ide alumíniumot beletoltak, de hogy elől viszonylag könnyű volt megoldani, hiszen kettős keresztlengőkaros a futómű, egy-egy kihajtás, középen pedig a hajtómodul egybeintegrálva motor, váltó és teljesítmény elektronika. De hátul mi történt? Ugye a G-merci hátul még mindig merev tengelyes. Hát azt mondják, hogy az kell a G-osztály életérzéshez, de valójában igazából arról van szó, hogy a terepen az artikuláció, tehát hogy mekkorát lógjanak ki a kerekek, azt még mindig a merev tengelyen lehet jól megoldani. Ez nem változik, tehát hiába a szofisztikált futómű megoldások ebben a szakákban bizony még mindig a merev híd hódít, de hát hogy teszel rá egy merev hídra két darab villanymotort, két darab váltót, teljesítmény elektronikát, úgyhogy ne legyen 400 kg a hátsó tengely. Na, megcsinálták a Smart futóművét. Vagyis van itt hátul egy merev keret, abba lehajt egy-egy oldalra a féltenge, és az egész keretet középen megtartják egy vatrudazattal. Tehát van egy Dödió rendszerű hátsó futóművünk vatrudazattal kitámasztva, és a motorváltó kettős az még mindig a létrevázba rögzül, csak brutál féltengelyek kihajtanak erre a merev keretre. És hogyha már így belenézünk, akkor látszanak az aktív futóműnek a csillapításhoz tartozó szolenoidjai. Nem mentem még ezzel az autóval országúton, csak itt egy kicsit a mezőn bohockodtunk vele. Az irgalmatlan súlyt érezni, amúgy pedig köszöni szépen, jól el van. A legnagyobb kihagyott zicser szerintem az, hogy ezzel az autóval nem lehet vontatni. Mert hogy hát hallottam olyat is, hogy a vontató modul beépítése, ugye a kikanyarodó vonóhorog és társai, az ilyen nagyjából 90 kilóval növelné meg a jármű súlyát, meg hát ugye eleve 3500 kiló, tehát hogy hova húzol vele úgy, hogy terhel túl.
Szóval, hogy nem tud húzni, bár így, hogy 350-400 km-es hatótávot emlegetnek, ha még mondjuk mögé tennék egy hajót, mennyit menne? 200-at? Tehát erősen okafogyott, aki ilyet akar csinálni, az úgyis megveszi a 450D-t, vagy a 63 AMG-t, bár a 63 AMG hatótávja sem lehet lényegesen nagyon vontatás közben, mint a G580 EQE. Szóval igen, volt ebbe azért műszaki kihívás, hogy megmaradjon G-osztálynak miközben elektromos, de úgy néz ki, sikerült megugrani. 587 lóerő, 1164 Nm, ugye ez adódik össze, 4,7 másodperc alatt felugrik 100-ra, tehát egy egész kicsit, egy 0,3-et lemarad a G63 AMG-ről. Hurrá! Nem ez a lényeg, de hát a villanymotor ugye ezt is tudja. Nem tudok mit kezdeni ezzel az autóval. AC-n 11 kW-tal, DC-n 200 kW-tal lehet tölteni, mivel nincs a közelben egy oszlop, hogy kipróbáljuk, erről nem tudok többet nyilatkozni, de nézzétek meg, milyen szépen le van szigetelve. És komolyan veszik ezt a vízkérdést, mert ugye ennek az autónak a gázoló mélysége 85 centi, valahol így itt, ami egy nagyon erősen túlszámolt érték, tehát azt mondták a srácok, hogy a benzineseknek ugye valamivel kisebb a gázoló mélység, de 90 centin még bőven elmennek vele. Ezt nem gátolják olyan dolgok, mint mondjuk a motor vizet szív, vagy a szuszogók eláznak hasonló. Itt a gátat az jelenti, hogy ahol az utastér levegőt vesz, ott a motortér legmagasabb pontján, ott ne bukjon át a víz, mert az értelemszerűen akkor már bejön az utastérbe. Szóval, hogy biztosak lehetünk benne, hogy ez az autó egy méter vízben még elmegy. És hát mivel 3 tonna, ezért felúszni sem fog, de nem gondolnám, hogy túl sokan ki fogják ezt próbálni. Szintén újítás még, hogy most először key lesz go a G-merci, tehát hogy rendelhet kulcs nélküli bejutás van hozzá, és ami szintén fontos, hogy van ez a G embléma csomag, tehát az autó különböző pontján megjelenő G betűk, itt van a G pontja, azok egy ilyen 200 000 forintos dizájn csomagnak a részletei. Pontosabban elnézést, helyreigazítom magam, mert most nem mondták meg konkrétan, hogy mennyibe kerül, mert hirtelen séróból senkinek se volt meg, de az biztos, hogy több, mint 200 000, hogy mindenhol legyen egy G logó. Csodálatos terepezésen veszünk részt. Uh-huh. Ez már amúgy szerint matrajok, és leendő velők szemében terepezésnek számít. Teszek egy rekuperációt. A rekuperációt itt a kormányról lehet állítani a váltófülekkel. Most egy normál rekuperáción vagyunk. Ez most egy erős rekuperáció. Ez megint egy maximális rekuperáció. Nem tedd maximálisra. Fékezés nélkül vagyunk le egy ilyen dombon. Az autó megállni nem fog. Hát akármilyen rekuperációt is állítunk be, kúszás mindig lesz. Úgyhogy ezzel érdemes számolni. Megvan a kedvenc piktogramunk ugye az E-osztályból, ami mutatja a kerekeknek a artikulációját. Hát, az ott nagyon jó volt. Igen. Itt egy kicsit artikulálatlanak a kerekek. Igen. Szóval érdekes autó ez az elektromos G-osztály. Annak alapján, amit ma csináltunk vele, nem keltett kontrollálhatatlan birtoklási vágyat, de biztos vagy benne, hogy meg fogja találni a piacát, hiszen az, hogy keménynek mutatod magad, annál már csak egy jobb dolog van, hogyha környezetbarátnak mutatod magad. Egyáltalán van olyan, hogy PCG osztályvásárló? Tehát olyan ember, aki szeretné magát Rambónak láttatni, de közben szeretné azt is mutatni, hogy ő megmenti a világot? Vagy csak mi gondoljuk ezt bele az elektromos autóvásárlásba? Ne, ezt nem fogjuk tudni, mert eddig nem tudtak plugint venni belőle. Majd most kiderül. Igen. Hát figyelj, parkolóhibridnek már azt se tudnák használni, mert ugye elveszik a kedvezményeket. Az, hogy a termék jó, azt nem lehet elvitatni. Azt már inkább, hogy szükség van-e a termékre, szerintem nincs. Szerintem van, mert nem lehetne G63 lassan. Igen. De az biztos, Jézusom, amúgy dermesztő az, hogy ez a 3 tonna meglendül nulla zajjal. Szóval, hogy tényleg arról van szó, hogy ennek az autónak beleborítottak pár milliárd eurót a fejlesztésébe, amit véletlenül nem tettek volna meg, hogyha a piackutatások azt mutatják, hogy nincs rá igény. A termék jó, az üzenet nem annyira, de ők tudják.